Az év egyik legbabonásabb napja a december 13-a, vagyis Luca nap. Ilyenkor mindenkinek érdemes egy kicsit beleásni magát a hiedelem világába. Fuchs Márta, a Vosinski Mór megyei múzeum igazgató helyettese, a névadó Szent Lúcia történetét mesélte el stábunknak. Egy vértanú szentnek tartjuk Szent Lúciát, aki a harmadik, negyedik században élhetett, tehát ezek a feltételezések a legenda történetek szerint. Ebben az időszakban még a keresztény üldözések időszakában vagyunk, tehát az antik korban, a római korban, a keresztény vallásnak a tiltásánál vagyunk, és Szent Lúcia, aki felvette a kereszténységet, ezzel együtt egy szüzességi fogadalmat is tett, éppen azért, hogy édesanyja gyógyulását ezzel elő tudja segíteni. Együtt látogatták meg Szent Ágot a sírját. Ezt követően a fiú, akivel ő eljegyzésben volt, tehát házasságra lépett volna, ezt a döntését nem fogadta el. A pogány vagy a keresztény üldözéseknél őt ugye beperelték, több kínzás után mondhatjuk azt, hogy vértanú halált halt. Tehát magának a keresztény egyházból adódó története innen indul el, és mivel a monda szerint a szeme szépsége idézte meg az ő vőlegényét, Szent Lúcia saját szemét vájta ki, és ugye azt küldte el a vőlegény jelöltjének. A vértanú halálával, vagy vértanúságával tulajdonképpen nem meglepő, hogy innentől kezdve a fiatal lányoknak a védőszentje, az esküvő előtt álló lányoknak, a mennyasszonyok védőszentje, mivel megtartotta a szüzességi fogadalmát, tehát Krisztus mennyasszonyaként lehet őt apostrofálni, ezért magának a házassági eskünek, a házasság szentségének is egy nagyon komoly védőszentjévé vált az elmúlt évszázadokban. Valójában, mivel Luca és Szent Lúcia nagyon szorosan összefügg, ez egy nagyon ambivalens kettősséget ad az ő alakjának. A néphagyományban ismerünk olyan Lucát, aki segítő és óvó védő, illetve maga a gonoszt megtestesítő, illetve a boszorkányokat előhívó jelentősége is van ennek a napnak. Tehát ezen a napon ezzel a kettősséggel kell számolni. Éppen ezért ehhez a naphoz rengeteg varázslás és népszokás tartozik. Ilyenek lehetnek időjárás varázslás, termékenység varázslás, férjóslás, szerelmi varázslás, halálhoz kötődő varázslások, illetve nagyon sok az egész jövő évet meghatározó időjárás jóslás is kötődik hozzá. Ezek közül, tehát talán most a legismertebbeket említeném. Az időjárás jóslásnál nagyon sok, és amit szerencsére ma az iskolákban is szoktak, ezt a Luca búzának az elvetését. Tulajdonképpen a Luca búza, Luca napján vetik el a szemes búzát, és karácsony napjára, ahogy kinő ez a búza, tehát amilyen vastag, gazdag, szép és zöld lesz, abból próbálják megjósolni a jövő évnek a termény bőségét, az állatok egészségét, illetve a családnak a gazdagságát. Ugyancsak ehhez kötődik, mint időjárás jóslás, a hagymahéj jóslás. Ennek pedig az volt a jelentőség, hogy 12 hagymahéjat megsóztak, és ennek a nedvesség tartalmából ugyancsak december 13 és december 25 között a 12 nap jelképezi a jövő évnek a 12 hónapját, ezáltal próbálták megnézni, hogy milyen csapadék várható a következő évben. Az a nagyon-nagyon gazdag szerelmi és férjóslási nap volt Luca napja. Lehetett, nagyon gyakori volt a lányoknál, hogy ezen a napon olmot öntöttek, tehát a forró olmot beleöntve egy pohár hideg vízbe próbálták a férjnek a foglalkozását az ólom alakjából megtudni. Nagyon gyakori volt a Luca pogácsa sütése, 12 nevet rejtettek el ezekben a pogácsákban, és december 25-ig, tehát karácsonyig kellett ezeket a pogácsákat megenni, és az utolsó napra, aki maradt, az lett a férjének a neve. Ugyanehhez kapcsolódott a gombócfőzés, csak amelyik gombóc legelőször feljön a víz felszínére, legutoljára jön föl, az annak a gombócba lévő férfi név, tehát keresztnév lesz a férjének a neve. Tehát rengeteg férjóslás.
mellett, illetve a férjóslások mellett nagyon sok haláljóslás is kapcsolódott, például ugyancsak a Luca pogácsánál volt szokásban, hogy minden családtag választott egy pogácsát, a beletűzött tollakból a sütésnél nézték meg, hogy melyik toll ég meg, vagy ég el, annak a családtagnak a sorsára próbáltak utalni haláljelekkel, illetve betegségjelekkel. Szintén a rontás és az óvás, a rontás és az óvás megakadályozása volt a Luca napon annak a szokásnak a része, hogy ezen a napon fokhagymával kenték be az állatokat, az állatok fejét, akár az istállót, akár hamut szórtak az istálló elé, a küszöbök elé, hogy lássák azt, hogy a boszorkány, macska képében érkező boszorkány ne tudjon átjutni ezeken a megszentelt, vagy tehát ugye mágikus cselekedetekkel megszentelt helyeken, ezen a hamun vagy a fokhagymán ne tudjon átjutni. Tehát valójában Luca lehetett egy ártó, rontó, bajtozó személy is. Éppen ezért volt erre a napra munkatilalom, legalábbis az asszonyoknak. Ezeken a napon, vagy ezen a napon tiltották a sütést, a kenyér sütést, mert úgy tartották, hogy Luca ráül a kenyérre és lapos lesz. Tiltották a varrást, a fonást, a szövést. A varrás esetében az volt a magyarázat, hogy a tyúkoknak a fenekét bevarja és nem tojnak. Tiltották a szövést, fonást, mert tönkretette a szálakat Luca. Viszont voltak olyan cselekedetek, amelyek meg elősegítették a gazdagságot, és szintén Lucához kötöttek. Ilyen volt a tolfosztás, tehát ezen a napon nagyon sokszor a fonóba jártak, és tolfosztást csináltak a lányok. Ilyen lehetett a babfejtés, tehát minden, ami fejtés, nyitás volt, az pedig magának az ellésnek, a tyúktojásnak, a nyitásnak a szimbolikus megkönnyítésére szolgált. Tehát ebben meg egyébként segített Luca. De az asszonyoknak lehetőség szerint a házat sem volt szabad elhagyni, hogy aznap minél többet üljenek, mert akkor majd a tyúkok is többet tojnak. Ezen a napon kölcsönadni sem volt szabad semmit, mert a hiedelem szerint akkor a szomszédnak jobb termése lett. De talán az egyik legfontosabb és legismertebb hagyománya a lucaszék, vagyis a gonosz felfedezése. Itt is a karácsony napjáig, tehát a 12 nap kapott szerepet, karácsony napjáig kellett elkészíteni Luca napjától kezdve a széket, Luca székét. Nagyon fontos volt, hogy Luca székében ne kerüljön vas. A vas ugyanis a népi hagyományban, a nép hiedelemben az mindig gonosz űző szerepet töltött be, tehát ha vasfűre gondolunk, az is egy gonosz hűző védő szerep volt. Na most azért nem volt szabad vasat szöget tenni a Luca székébe, mert akkor nem láthattuk volna meg vele a gonoszokat. Ugyanis Ádám Éva estéjén, tehát a karácsony estéjén az éjféli misére kellett elvinni ezt a Luca széket, és aki erre ráállt, az megláthatta a templomban a boszorkányokat, illetve a gonoszokat. Ezt úgy tudta felfedezni, hogy a népi hiedelem szerint a gonoszok agancsot viselnek, bikaszarvat viselnek, tollas, ágas-bogas díszfejdíszük van. Azonban, aki nagyon kíváncsi volt, gyorsan haza kellett futnia ezzel a Luca székével, és el kellett ezt a széket tüzelni, sőt, a hazafele úton mákot szórt el, hogy a boszorkányok ne üljék, ne kapják el, illetve ne üljék meg. Erre különböző variációk vannak, hogy szétszaggatják a boszorkányok, vagy megbüntetik, megölik, megveszőzik. Tehát különböző területenként változó hagyománya volt ennek, hogy milyen büntetés jár a nagyon kíváncsiaknak. Ennek a napnak azonban nem csak nálunk, hanem Európa szerte is nagy hagyománya van.